Óriási robajrázta meg Szekszárd városát október 9-én a késő délelőtti órákban. A Hedman Ottó lakótelep egy lakásának második emeletén történt gázrobbanás, mely a vizsgálatok alapján egyedülálló módon pusztított, amelynek okait a szakértők még vizsgálják. A közelben lévő házak is megsindették a tragédiát, ablakok, ajtók törtek, szakadtak ki. Közel 100 embert kellett kimenekíteni a környékről. Az első vizsgálatok alapján is lehetett tudni, hosszú folyamat kezdődik, míg a helyreállítás mikéntjéről döntés születik. Szerencse a tragédiában, hogy mindösszesen 5-en sérültek meg, és csupán egy embert kellett hosszú távú gyógykezelésben részesíteni. Az eset után azonnali tájékoztatót adott a város vezetése és a mentésért felelős szakértő. Mögöttem is látható, hogy csatatérre vált itt a Hermann Otto utca 3 és környéke. A mai napon egy sajnálatos gázrobbanás történt, hogy pontosan mi okozta, azt még nem tudjuk, annak a kiderítése éppen most zajlik. Több mint 10 és 30 közötti lakás sérült, hála Istennek, hogy személyi sérülés kevés volt, halálesetről nem tudunk egyébként. Az önkormányzat nyilván összehívott egy válságstábot, amelynek tagjai a mentősök, a rendőrség és a tűzoltók, és el fogjuk helyezni valamennyi itt lakó szekszári állampolgárt. Az önkormányzat lakásaiban, a kollégiumokban, illetve vélelünk lakásokat, úgyhogy meg fogjuk oldani mindenkinek a lakhatását a következő napokban. A riasztás után azonnal nagy erőkkel kezdtük meg a kivonulást, hármas kiemelt fokozatban. Addigra a rendőrség már megkezdte a területnek a zárását, biztonságosan a lakókat, az itthon lévő lakókat kikísérték az épületből. Annyit lehet tudni jelen pillanatban, hogy a műszaki mentési folyamatokban biztos, hogy a lakók nem térhetnek vissza ebben a 10 lakásos társasházban az otthonukba. Jelen pillanatban káreseti helyszín szemlét megindítottuk, amelyet tűzvizsgálat fog követni, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lakosság ellátása az folyamatos legyen. Az hamar kiderült, hogy 20 olyan lakás van, ahová hosszú ideig nem térhetnek majd vissza a tulajdonosok. A város és számos civil szervezet kezdett gyűjtésbe, és az önkormányzat azonnal gondoskodni kezdett a rászorulókról. A lakók közül volt olyan, aki külföldön tartózkodott, és csak telefonon értesült a történtekről. Én Észak-Macedóniában vagyok külszolgálaton. Egy hónapra jöttem ki, 18-án megyek haza, és hát 9-én 11 óra 15-kor hívott egy kollégám, aki a közelben lakik szintén, a Hermann Otton, hogy nem tudja, mennyire vagyok képen most épp a jelenlegi helyzettel otthon, de szólni szeretne, hogy nemrég robbanás történt a lépcsőház környékén, nem tudta, hogy melyik házba mi. És hát ugye utána egyre több információt kaptam, úgy tudtam meg, hogy a szomszéd lépcsőházban történt, de közvetlenül lakásom mellett, úgyhogy hiába voltak lehúzva a redőnyöket is beszakított a nyomás, úgyhogy elég katasztrofálisan néz ki a lakásom, és nem egy leányálom, de hát gondolom senkinek, de innen kintről hallani, hogy már igazából nincs hova az a mennyél, az elég fájdalmas. Folyamatosan zajlottak a helyreállítási munkálatok is, miközben a Humán Szolgáltató Központ vezetésével megkezdődött az adományok begyűjtése. Az összes lakást végigjárták rendőr katasztrófavédelmi kísérletében, aki visszaköltözhetett, azokat meg tudták kérdezni, hogy mit szeretnének, mit kérnének. Az önkormányzat minden segítséget felajánlott és felajánló jövőben is a károk enyhítésére. Elégedettek voltak a lakók egyébként az önkormányzatnak a segítségnyújtásával. Legtöbben azt kérték, hogy a lakásban megsérült nyilászáróknál, fóliázással, hogy egyéb módon segítsünk a hidegnek a kezelésében, illetve abban, hogy az eső ne essen be. Ezt kérték a legtöbben, de mai napon még folytatódnak a felkeresések. Vittük a biztosító munkatársait is, tehát a biztosító részéről is elindult a kárfelmérés és ennek a kezelése. Maga a káresemény nem csak a mögöttem lévő lakóingatlanokat érintette, hanem a Hermann Otto utcának a lenti oldalán is a lakóingatlanok, főképpen nyilászárói sérültek, ajtók, ablakok törtek be, de gépkocsik sérültek meg. Ezt a rendőrségnek a helyszínelői folyamatosan vizsgálták, majd visszaengedték a lakóingatlanok tulajdonosait, de itt is 9 lakóingatlanba azt választotta a tulajdonos, hogy ő még nem költözik vissza. Tehát ha a számokat összegezni, akkor jelen pillanatban mintegy 29 lakóingatlan vált lakhatatlanná, vagy gondolta úgy a tulajdonos, hogy nem kívánja ott tölteni az éjszakát. Ebből 20 lakás, a mögöttem látható Hermann Otto utca 3 és 5 szám alatti lakóingatlanok tulajdonosai huzamosabb időre kell, hogy felkészüljenek, hogy nem tudnak visszaköltözni az ingatlanaikba. A város által felajánlott ingatlanokat péntek reggel már volt, aki elfogadta. Igaz, ő sem tudott még megküzdeni a sokkal. Statikusokkal fogunk találkozni.
hiszen meg kell oldanunk az épületeknek az árékonyságát, vagy meg kell óvnunk, reményeink szerint meg fogjuk tudni óvni az épületeket, és akkor utána indult majd a helyreállítás. Süli János miniszter úr a kormány képviseletében tegnap jelezte felénk, hogy a kormány is mellette a városnak, és amúgy szükség van a kormányzati támogatásra, segítségre, akkor ő rajta keresztül erre a segítségre számított Szekszárd városa és az érintettek. Pár nap elteltével érzik elsősorban, vagy először az emberek igazából, hogy tulajdonképpen mi történt, fogják fel, hogy mi történt, ezért a fizikai segítség mellett valóban szükség van pszichés segítségnyújtásra is. Ezt a Humán Szolgáltató Központ munkatársai biztosítják minden kiszámára, aki ezt szeretné kérni, és ha már a Humán Szolgáltatóról beszéltünk, az adományok gyűjtését is ők koordinálják. Nagyon sok felajánlás érkezett, szeretnénk ezt úgy koordinálni, hogy a legoptimálisabban tudjuk kihasználni a felajánlott segítségeket, és náluk kell jelezni azt is, hogy mire van szüksége a lakóknak, hiszen akár kisgyerekek vannak a családban, vagy bármi olyan. Nyilván például a pelenkát nem nagyon ajánlottak még fel, de hogyha erre van szükség, akkor jelezzék a HSK felé, és akkor továbbítjuk a felajánlók irányába ezeket az igényeket. A pénzgyűjtés azt nem mi végezzük. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány nyitott kifejezetten erre az eseményre külön egy bankszámlaszámot, de ennek a koordináció is a HSK-n keresztül. A statikai vizsgálatok eredménye az lett, hogy létezik egy olyan megoldás, mellyel meg lehet menteni az épületet. A városnak és személyesen nekem az volt a kérdésem, hogy az első és legfontosabb az emberi élet. De olyan megoldást kell találni, amely ezt tudja kezelni, és ezt figyelembe veszi. A második kérdés pedig az volt, hogyha lehet, akkor olyan megoldást keressünk, amelyen meg tudjuk menteni az épületet. Hiszen ha le kéne bontani, akkor ez sok lakást érinteni, nem csak ezt a hármas lépcsőházat, hanem az ötöst is például. Úgy néz ki, hogy körülmondozódik egy olyan megoldás, amely minden kritériumnak elvárásnak meg tud felelni, tehát olyan megoldás fog születni, amellyel stabilizálni tudjuk az épület jelenlegi állapotát, nem fog bekövetkezni további leszakadás, mert a födémek az eléggé megrongált állapotban vannak, és megmenthető lesz az épület. Itt tart jelen pillanatban a Hermann Otto utca három alatti lakók és a ház tragédiája. A dobbanás okairól még hivatalos kommunikét nem adott ki a katasztrófa védelem. A statikusok dolgoznak a ház megmentésének lehetőségén, a lakók számára pedig, ami talán a legfontosabb, folyamatosan érkeznek a segítségek.